tavaszi árvíz a Petőfi Sándor utcában, bor és üdítőitalverseny a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben, új állandó kiállítás a Szórakaténusz Játékmúzeumban, valamint a Kodály Intézet két görög diákjának koncertje a Görögkeleti templomban. 1988. májusában többek között ezekről az eseményekről tudósítottunk. Kedves nézőink, a mai Annóban ezeket a 35 évvel ezelőtti összeállításainkat láthatják ismét. Ahogy ez lenni szokott felhőszakadás után, kisebb tengerré vált pénteken a Petőfi Sándor utca, Kőhíd utca kereszteződése, a gépkocsi vezetők, mondhatnánk vízibusz vezetők, nem kis megrökönyödésére. Szerencsére nagyobb baj a közlekedőkkel nem történt, hiszen néhány óra elteltével az ár levonult, viszont amíg tartott, próbára tette a járművel és gyalogosan közlekedőket egyaránt. E probléma egyébként akkor oldódik majd meg, amikor megvalósul a városi tanácsnak épp a közelmúltban elfogadott, a Kőhíd utcát is magában foglaló területet érintő rendezési terve. Addig viszont marad az évi egy-két alkalommal előálló velencei hangulat. Az már régóta nem meglepő, ha ízletes homoki boráról is híres megyénkben borversenyre hívják a legjobb termelőket. Az azonban már érdekesség, ha kékfrankos, burgundi, cabernet, ezerjó és oroszlizring mellett versenyre kelnek a frissítő, szénsavas és rostos üdítőitalok is, persze külön kategóriában. A rendezők igazán komolyan vették, hogy a legjobb pezsgők, párlatok, borok és üdítőitaloknak járjon a dicsőség, hiszen két napon keresztül folyt a szigorú bírálat. Bár az italok zsűrizésének módja eléggé misztikus és szertartásos, például a borokat nem nyelhetik le, csak ízlelhetik és szagolhatják, a bírók mégis élvezték felelősség teljes munkájukat, és valószínűleg sokáig vitatkozhattak az eredményről és arról is, mely kategória vizsgálói voltak kellemesebb, vonzóbb helyzetben. Kecskemét tavaly a Nemzetközi Borszövetségtől megkapta a borváros rangot, így nem véletlenül voltak most is kiváló eredmények. A megyei tanács VB mezőgazdasági és élelmezésügyi osztálya által rendezett versenynek a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet adott otthont. A verseny résztvevői pénteken a Kecskemétvin székházában hallhatták több éves munkájuk eredményét. A 724 minta közül 105 kapott aranyminősítést. Legtöbbet a helvéciai állami gazdaság termékei. Elismerést kapott Bicsérdi László is Hajósról, mint a legsikeresebb kistermelő. A felajánlott 10 külön díj is gazdára talált. A szakemberek véleménye szerint a rendezés ugyanúgy, mint a minták többsége, kiváló minőségű volt, és tovább öregbítette megyénk jó hírét. Változik a környezetünk, a tér, amiben élünk, a házak, a ruhák, a divat, de a játék alapfigurái változatlanok, nem köthetők időhöz. E szavakkal nyitotta meg dr. Lukácsi András a Szórakaténusz Játékház új, több évre tervezett állandó kiállítását. A kiállítás címe Játék és ünnep, ami főleg a középső terem érdekességeire utal. Megjelenik itt a tavasz, nyár, ősz és a tél gyermektárgyai. Építőkockák fából, kis bútorok, de olyan precíz megformálásban, amit ma is irigyelhetünk.
Sok képeskönyv, mesekönyv várja még mindig a látványra éhes gyerek szemeket. Megtalálható itt a világhírű Steiff varrodájának egyéni stílusú babái, de Kozma Lajos gyermekjáték tervező néhány munkája is. A legszebb ünnep a karácsony foglalja el a központi helyet. Régi betlehemes babák, apró bútorok, kis edények, sok-sok ajándéknak való látható itt. De kik készíthették ezeket a remekbe illő tárgyakat? Teljes választ nem lehet adni, de a kiállítás egyik terme bemutat néhány század elejé játékkészítő műhelyt. Grabovievski Leon Grabóka műhelyében főleg faragott fa alakokat gyártottak. A régi iparművészek tervei mutatják, hasonló a helyzet a maihoz. Jó ötletekkel, nagy eszmei sikereket értek el, de a gyártás már akkor is gond volt. Az érdeklődők láthatnak egy korabeli játékboltot is. Érdekes a kiállításnak az a része, ahol hagyományos, de ma is használt japán játékokkal gazdagítják a kiállítás anyagát. Bátran állíthatom, szép ajándékot kaptak a gyerekek és a felnőttek is gyermeknapra a Szórakaténusztól. Si tú